Március 21-i beszédében az apostoli palota könyvtárában Ferenc pápa a keresztények két legfontosabb feladatát hangsúlyozta. Tanúságtevő életet élni, és ezáltal az embereket Krisztushoz segíteni. Az úrangyalai imádságot követően felhívta a figyelmet az illegális maffia tevékenységek áldozataira, illetve a maffia elleni elkötelezett küzdelem fontosságára. A Szent Atya továbbá a vízvilág napjáról is megemlékezett. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ferenc pápa beszédében kiemelte, nagybőjt 5. vasárnapján az evangélium egy olyan történetet beszél el, amely Krisztus életének utolsó napjaiban, röviddel kínszenvedése előtt történt meg. Amikor Jézus Jeruzsálemben volt húsvét ünnepén, néhány görög férfi látni szerette volna őt. Jézus a következő szavakat intézte hozzájuk. Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az emberfia. Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal meg, egyedül marad. Ha azonban meghal, bőséges termést hoz. Jézus itt mondja el, hogy ő maga a rejtett búzaszem, mely kész meghalni, hogy bőséges termést hozzon a világra. Anche noi dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che... A mai ember, aki szintén látni akarja Jézust, vajon mit is lát először? Tette fel a kérdést a Szent Atya, majd rögtön válaszolt is rá. A keresztet látja, amely ott van a templomokban és a keresztény otthonokban, sőt, még saját testünkön is viseljük. Ami fontos azonban az az, hogy a kereszt, mint jelkép, összhangban legyen az evangéliummal. Nekünk keresztényeknek egy olyan élet tanúságtételével kell válaszolnunk, amely elajándékozza magát a szolgálatban, és felveszi Isten szándékait. A szeretet búzaszemeit kell elvetnünk, amit nem csak szavakkal, hanem bátor tettekkel érhetünk el. Angelus Domini nuntia vit Mariae. Ferenc pápa az úrangyala elimádkozása után kiemelte. Olaszországban március 21-én tartják a maffia áldozatairól szóló megemlékezést és a maffia elleni elkötelezettség napját. A maffia a világ sok részén jelen van, és a világjárványt kihasználva korrupció révén egyre csak terjed. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy Szent II. János Pál elítélte a maffia hálózatok halálkultúráját, 16. Benedek pedig a halál útjaiként szólt a maffia hálózatok tevékenységeiről. Ezt követően a Szent Atya arra buzdította a híveket, hogy hétfőn a víz világnapján gondolkodjanak el Isten ezen csodálatos és pótolhatatlan ajándékának értékéről. Nekünk hívőknek a víz egyetemes szimbólum, az élet és az egészség forrása. Beszéde végén a Szent Atya hozzátette, hogy mindenki számára biztosítani kell az ivóvizet és a higiénés szolgáltatásokat. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Un pranzo e arrivederci.